Sziasztok! Ma egy nagyon menő kockatálcát fogok készíteni társasjátékokhoz. Manapság nagyon kedveltek a Lovecraft témájú társasjátékok, ezért ennek a témája is ilyen Lovecraftos-démonos lesz, és használok hozzá a lézergravírozót, a múltkor bemutatott X-Tool F1-et, és 3D nyomtatót is. Ez tulajdonképpen egy kis fadoboz lesz, ilyen 3mm-es létegelt lemezből fog készülni, és a belsejét pedig ezzel a nagyon menő gravírozható műbőrrel fogom bevonni. Az egész mindenféle démoni képekkel lesz tele gravírozva, a rétegelt lemez és a bőr is, a dobozka teteje nyitott lesz, ahol a kockákat dobjuk bele, és lesznek neki a sarkain lába is. Ezek a lábak 3D nyomtatóval fognak készülni, és négy féle koponya lesz kinyomtatva és kifestve. Szóval a tervezés. A tervrajzhoz az inkscape képet használom, és kiinduló formám a doboz alja lesz, amit megrajzolok. Az aljába fognak belekötni fogakkal az oldallapok, úgyhogy megrajzolom ezeknek is a helyét. Ezután jöhetnek az oldallapok, ezeknek a magassága olyan 4 cm lesz, és ezeknek is rajzolok csinos füleket, amivel belecsatlakoznak egymásba, illetve a doboz aljába. Ha már megvan a dobozunk rajza, akkor az aljába kerülő műbört is megrajzolom, hogy lássuk, mekkora darabot kell majd kivágni. Miután megvan a mérete, készíthetnénk némi grafikát, ami a bőrre lesz gravírozva, és a fadoboz oldalára, meg az aljára is kéne valami. Indítsunk egy AI képgenerálót, valami olyasmit írok be, hogy Full front view of an engraved Cthulhu ancient god from the Lovecraftian Necronomicon with ancient runes and texts monochrome laser engraved design. Egy gravírozott Cthulhu ősi isten teljes előnézete a Lovecrafti Necronomiconból ősi rúnákkal és szövegekkel monokróm lézergravírozott gravírozott design. Szóval valami démonikus grafikákat keresek és tele rajzolom vele az összes használható felületet. A doboz lábai koponyák lesznek, ezért jól fognak passzolni ehhez a grafikához. Akkor tervezzük meg a koponyákat is a sarkokra. Orkas Slicerbe berakok egy a doboz méretének megfelelő téglatestet, és a sarkokra egy-egy démoni koponyát helyezek. A koponyák egy picit megemelik a dobozka alját, és így a lábai is lesznek egyben. A doboz ugye bele fog metszeni ezekbe a koponyákba, úgyhogy a téglatestet kivonom a koponyáknak a modelljéből. A nyomtatáshoz beállítom az adaptív réteg így szuper részletesek lesznek a figurák. A legfinomabb részeknél 800 mm lesz a réteg vastagság. Némi támaszt is berakok, amit remélhetőleg könnyen el tudok majd távolítani. A doboz illusztrációit egy picit aztán módosítanom kell, mert a koponyák a sarkokon túl sokat takarnak belőlük. Így aztán inkscape visszamegyek, és módosítom egy picit a rajzokat, átméretezem őket, hogy jobban passzoljanak a nyomtatott alkatrészekhez. Akkor végre megvan az egész terv. A bőrvágó minta és a gravírozás mintája, a rétegelt lemez darabjai a rajzokkal együtt, és a 3D nyomtatott alkatrészek leszeletelve az Orca Kezdődhet is a 3D nyomtatás. A k c körülbelül 7 órán keresztül dolgozik ezzel a négy modellel, hát a jó minőségnek megvan az ára. Az első réteg gyönyörűen letapadt, és a nyomtatás folyamán sem történt semmi probléma úgyhogy ebből a szürke anyagból gyönyörűen ki is nyomtatódott a négy fej. A szín most nem fontos, mert úgy is kifogom festeni akrilfestékkel ezeket. Következhet a támaszok eltávolítása a 3D nyomtatott elemekről. Ez viszonylag könnyen lejön. Egyébként hagyományos támaszokat használtam az újabb faformájú támaszok helyett, mert az adaptív rétegvastagság az csak ezekkel a hagyományos támaszokkal működik. A képek gravírozása előtt még ellenőrzöm, hogy mekkora hely lesz a grafikáknak, hogy tényleg kiférjenek és jól nézzenek ki. A grafikák elhelyezéséhez az Xtool Creative Space programját használom. A gravírozási paraméterek megtalálása nem nagyon okozhat gondot, mert van egy ilyen online adatbázis, amiben megtalálható a rétegelt lemez gravírozásához szükséges beállítás is. Ezt megtalálva egy kattintással beállítható a megfelelő sebesség és teljesítményérték. Ez konkrétan az X-Tool nél a kék lézerrel 200 mikroszekundumos sebességet és 90%-os teljesítményt jelent, és 300 dp is felbontást. Ezzel az egyes oldal a gravírozása 1-2 percig tartott csak. A frame funkcióval pontosan be tudtam állítani, hogy hova fog kerülni a kép az anyagon. A doboz aljára egy AI generált kép került. Ennél 140 mikroszekundumra csökkentettem a sebességet, 95%-ra állítottam a teljesítményt, és 400 dp-re állítottam a felbontást. Mindezt azért, hogy jó plastikus felülete legyen ennek a gravírozásnak. Az eredmény önmagáért beszél, nagyon jó dombor nyomott felületet kaptam. Következhet a dobozka összeragasztása, amit sima pálmatex ragasztóval végeztem, miután minden felületet bekentem a ragasztóval, összeállítottam a lapokat. Ezután jöhet a műbőr gravírozása. Egy tulukártya képe kerül a bőrre, amit először invertálni kell a programban, mert a képen a fekete részek lesznek a bőrből kigravírozva. Ehhez is a kék lézert használom, a sebesség 220 mikroszekundum volt, az energiát 55%-ra állítottam, és a dpi pedig 250 volt. A képek gravírozásánál amúgy legtöbbször a Jarvis eljárást szoktam használni a grayscale helyett. A grayscale technika szürkeárnyalatos képet használ a gravírozás során, ahol a lézer intenzitását és mélységét az árnyalatok közvetlenül befolyásolják. Ezzel a módszerrel nagyon precíz paraméterezés szükséges, különben az árnyalatok nem lesznek megfelelőek. A Jarvis technika egy képpontszórásos eljárás, amely finom mintázattal alakítja ki a kép árnyalatait ezáltal kevésbé érzékenyebb a beállításokra. Ha nem találjuk el 100%-ra a beállításokat, akkor is egyenletes és sima eredményt kapunk. Ennek az elég nagy képnek is megvolt a gravírozása 5-6 perc alatt. A fekete műbőr a gravírozás után gyönyörű aranyszínű mintát kapott. Először azt gondoltam, hogy a bőrt belehajtogatom a dobozba, és majd úgy ragasztom bele, de aztán rájöttem, hogy ha szétvagdosom darabokra, akkor simább eredményt kapok, és könnyebb lesz beleragasztani. Ezért aztán ollóval felvagdostam, és úgy ragasztottam bele egyesével. A doboz már majdnem készen van, következhet a koponyák festése. Legtöbbször spray formában szoktam ezt felvinni, de mivel éppen nem találtam otthon fekete spray formájú alapozó festéket, ezért ezúttal sima fekete akrilfestéket használtam és ecsettel kentem fel. Általában valejó festékeket használok. A második rétegben a sötétebb tónust viszem fel, a mahagónit, az aranyat és a feketét összekeverve. Ez még jó sötét barnás bronzos színt eredményez. Ez fogja megadni a modellünk mélyebben lévő részeinek árnyékosabb, sötétebb részeit. Ezután következhet a száradás után a tiszta aranyréteg, amit száraz festés technikával viszek fel. Ez azt jelenti, hogy nem vizezem be a nagy ecsetet, és festékből is kevesebbet veszek fel az ecsetre, festéskor pedig vigyázok, hogy a mélyebben fekvő részekre már ne kerüljön a világosabb aranyszínből. A következő rétegben már az aranyat egy kis ezüsttel keverem, és egy még világosabb réteget hozok ezzel létre. Ebben a rétegben már tényleg csak a legjobban kiálló részeket festem le, mert ez fogja adni a modell élein a csillogós részeket. Két koponyának szarvai is vannak, Ezeket pirosra fogom lefesteni a Vallejo Bloody Red színével, ezzel szerintem még démonibb lesz a megjelenésük. Nem maradt más hátra, mint hogy pillanatragasztóval felragasszam a lábakat, és gyönyörködjek a végeredményben. Szóval ez a Lovecraftos démoni kockatálca igazán egyedi lett. A gravírozott bőr és faminták remekül illeszkednek a témához, és visszaadják a Cthulhu univerzum sötét, misztikus hangulatát. bőr finom textúrája és az anyagra gravírozott minta nagyon jó kontrasztot teremtenek. A koponyás lábak egyértelműen a tálca legfeltűnőbb részei. Az arany fekete szín elegánsá és félelmetessé is teszi a koponyákat, amik nem csak dekorációk, hanem meg is tartják a dobozt. Amúgy ez a kocka tálca nem csak jól néz ki, de praktikus is. Társasozás közben nagyon jól fog mutatni az asztalon. Ha hasznosnak vagy érdekesnek találjátok ezt a videót, ne felejtsétek el megnyomni a lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra további tartalmakért. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és hamarosan újra találkozunk.